Köszöntöm a kedves kollégákat és érdeklődőket. Online előadásomat a közművelődés 2022 év és idősoros főbb statisztikai mutatóiról fogom tartani. Miért is készítünk statisztikát, mi ezzel a célunk? Hát reméljük, hogy nem azért, mert kötelező, miközben természetesen rendeleti jogszabály írja elő a kulturális statisztika benyújtásának kötelezettségét, de az elsődleges célunk azért kifejezetten szakmafejlesztési cél, ami miatt statisztikákat készítünk. Helyben fel tudjuk használni ezeket a statisztikákat arra, hogy áttekintsük vele a munkánkat, milyen eredményeket értünk el az előző évben. Ezeket az eredményeket, az ebből készült táblázatokat, ábrákat fel tudjuk használni szakmai beszámolókban, pályázatokban, vagy különböző prezentációkban, mikor például érkeznek hozzánk az intézményünkbe, szinterünkbe, szakmai gyakorlatos hallgatók, más intézmények, településeknek az érdeklődő munkatársai, vagy akár a képviselőtestületnek szeretnénk bemutatni a munkánkat. De a helyben felhasználható információknál az is nagyon fontos, hogy ne csak egy-egy évre, következő év tervezési folyamatában használjuk fel ezeket az adatokat, információkat, például a munkaterv, szolgáltatási terv, költségvetési terv elkészítésében, hanem a közép- és hosszú távú stratégiai tervezési folyamatainkban is jó alapokat adhatnak. Általában véve azonban fontos tudnunk, hogy a közművelődési statisztikát és az egész kulturális ágazati statisztikát a minisztérium, jelenlegi nevén Kulturális és Innovációs Minisztérium is folyamatosan felhasználja döntés előkészítő folyamatokhoz, jogszabályoknak a módosításához, új pályázati kiírásokhoz, egyéb forrásigények elbírálásához, vagy új szakmafejlesztési folyamatok meghatározásához. Éppen ezért a statisztika egy rendkívül fontos mutatószám, úgy gondoljuk a munkánknak az eredményességét jól mutatja, és a jövőbeli tervezéseket is elősegíti. A statisztikai adatgyűjtési folyamat lezárult, ezt a szakemberek többsége úgy érzékeli, hogy már márciusra legkésőbb leadják a statisztikai adataikat, májusban esetleg még kiegészítik pénzügyi adatokkal, és utána nekik nincs vele feladatuk. De ezt követően még számos ellenőrzési körben zajlik ezzel feladat. A különböző úgynevezett feldolgozó központok foglalkoznak innétől kezdve az adatokkal. A közművelődés területén a feldolgozó központ budapesti szinten a Budapesti Művelődési Központ, országos szinten pedig a Nemzeti Művelődési Intézet és annak vármegyei igazgatóságai. Az itt dolgozó kollégák nézik át az adatokat, hogyha az korrekciót igényel, akkor fölhívják az érintett településeket, és aztán a végleges adatokat átadják a központi statisztikai hivatal felé. A központi statisztikai hivatal ezt követően még mindig készít egy adattisztítást, és mikor ez is elkészült, akkor jelenik meg szeptember végén általában a kulturális statisztikáknak a végleges adatbázisa az online felületeken. Ezért időszerű az őszi időszakban, az őszi szakmai értekezleteken erről a témáról beszélni, hogy mit is mutatnak az előző évi statisztikai adataink, ami azért is fontos, mert ilyenkor már elkezdjük a jövő évi munkatervünket, szolgáltatási tervünket készíteni. Nézzük meg akkor, hogy mit is mutatnak a 2022-es adatok. Évről évre folyamatosan figyeljük azt, hogy mennyire sikerült a pandémiás helyzet előtti adatokhoz visszatérnünk, mennyire eredményes a munkánk, és mennyire tudtuk a közösségeinket visszacsábítani, a rendezvényeinket újra megtölteni közösségekkel, közönséggel. Ha megnézzük a teljes kulturális ágazatot, akkor azt láthatjuk, hogy összességében körülbelül 12 000 adatszolgáltatóról beszélünk a kulturális ágazatban, aminek több mint fele közművelődési adatszolgáltató. Ezért a közművelődési statisztikai gyűjtés és feldolgozás az egyik legnagyobb feladat az ország kulturális ágazataiban. A második legtöbb a könyvtár, majd múzeumi terület, ezt követi a színház és táncegyütteseknek az ágazata, és utána kisebb számban bár, de nagyon fontos, hangverseny, levéltár, kiállítás és állatkerti területek is. Az adatszolgáltatók a közművelődés területén
gyakorlatilag egy 100%-os lefedettséget mutatnak. Ez azt jelenti, hogy minden magyarországi település küld be közművelődési statisztikát, köszönjük ebben mindenkinek a közreműködését. Ez segíti azt, hogy egy minél teljesebb képet kapjunk, még akkor is, ha mindenki tisztában van benne, hogy a statisztikákban azért van egy pár százalékos, lehetőség szerint 10% alatti hiba százalék. A statisztikai adatszolgáltatóknak a száma akkor emelkedett meg jelentősen, amikor 2013-14-től kezdődően a Nemzeti Művelődési Intézet felállított egy országos feldolgozó központot, és különböző kiemelt programokhoz, mintaprogramokhoz hozzátársította a statisztikai beküldésnek a kötelezettségét. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 2013-ról 14-re szinte megduplázódott a közművelődési szervezetek száma, az azért sajnos nem azt jelenti, hogy hirtelen ennyi új szervezet jelentkezett, hanem azt jelenti, hogy egyre komolyabban vették a partnerek a közművelési statisztika szolgáltatását, és ebben minden ágazatban, így a közművelődésben is, nem csak a közművelési intézmények szintere, hanem a közművelődési tematikájú, célú civil szervezetek is szolgáltatnak adatokat. Az adatszolgáltatók megyei eloszlása az a település szerkezettel arányos. A nagyobb település számú megyékben sokkal több adatszolgáltató van, így értelemszerűen kimagaslik a beküldő adatszolgáltatóknak a száma Borsodabaú-Zemplén vagy Baranya megyében, és hasonlóan magas például Veszprém vagy Vas megyékben is. Évről évre hasonlóak a megyei arányszámok, úgy gondoljuk, hogy ezzel már teljes körűen elértük a közmedési adatszolgáltatókat. Kik is vagyunk ezek a számok mögött? A számok mögött a beküldőknek a 14%-a közművelődési intézményként tölti ki a kérdőívet, 887 közművelődési intézmény töltötte ki ezt 2022-ben, 43%-uk pedig közösségi szintérként, 2740 közösségi szintér kitöltőnk van. A közművelődésben azonban viszonylag magas arányú az egyéb szervezeteknek a köre, amelyek elsődlegesen közművelődési célú vagy közművelődést is végző civil szervezetek lesznek. Ezekben a szervezetekben jelentős számban dolgoznak szakmai munkatársak, egyéb támogató munkakörökben dolgozó munkatársak és önkéntesek is. Ha megnézzük a teljes kulturális ágazatot, akkor a teljes kulturális ágazatban összesen közel 84 ezer ember segítette a kulturális szolgáltatásoknak a megvalósulását. Ebből 25 ezer munkatárs szakmai munkakörben dolgozott, közel 15 ezer munkatárs egyéb szakmai munkakörökben, például a kommunikáció, marketing, pénzügy, technikai munkatársa különböző területei tartoznak ide, és hát valamivel több mint 40 ezeren önkéntesként segítették a kulturális szektor működését. Gyakorlatilag az önkéntesség egy megszokott és nélkülözhetetlen része a kulturális ágazatban a szakmai támogatásnak, és láthatjuk, hogyha megnézzük az ágazatokat, hogy ez a közművelődésben a legerősebb. Bár a közművelődésben dolgozott a legtöbb munkatárs, hogyha a szakmai és egyéb munkaköröket nézzük, azonban itt a legmagasabb az önkéntesek száma is. A közel 41 ezer önkéntesből 33.800 fő a közművelődés segítette. A második legnagyobb kulturális önkéntességi támogatást a színházak, táncegyütteseknek a területe kapja. Most már a továbbiakban kifejezetten a közművelődési adatokra fogunk koncentrálni. A közművelődés területén összesen 45.282 fő végzett közművelődés segítő munkát, ebből 7.214-en szakmai munkakörben, 4.227-en pedig egyéb, elsődlegesen nem szakmai munkakörben, tehát a foglalkoztatott főállású munkatársak száma 11.440 fő. Az ő munkájukat segítette körülbelül 33.800 önkéntes. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek az önkénteseknek a munkája felbecsülhetetlen a közművelődési szektorban, így akár mondjuk egy kiállításnak az őrzését, berendezését ugyanúgy tudják támogatni, mint például rendezvényeink, fesztiváljainknak
a működtetését, napi szintű megvalósítását, de akár a közösségeinknek a vezetésében is szakkörvezetőként, foglalkozásvezetőként jelentős szerepet töltenek be. A munkatársak száma az, ha a szakmai és egyéb munkaköröket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy évről évre emelkedik. Az elmúlt 2 évben látjuk ebben a stabilizálódást. Emellett az önkéntesek számaránya az, ami nagyobb mozgásukat mutat. Voltak olyan évek, látható a 2016-17-es évnél például, ahol sokkal magasabb volt az önkéntesek számaránya, legalábbis a statisztikáink szerint. Az önkénteseknek a munkavégzésére az önkéntességről szóló 2005 évi törvényben előírás van ennek dokumentálására is. A statisztikákban arra még nem kérdezünk rá, hogy ezek az önkéntesek közül vajon hanyan vannak, akik valóban önkéntes szerződéssel dokumentáltan dolgoznak a közművelődésben. Úgy gondoljuk, hogy ettől sokkal fontosabb a tényleges jelenlétük. A munkatársak számának a növekedését mutatja egy kicsit plasztikusabban ez a következő ábra, ahol már látható, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozók száma évről évre folyamatosan emelkedett. Az a célunk, hogy ezt stabilizálni tudjuk, az ideális működéshez valahol a 7500-8000 munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozó létszám lenne az ideális a jelenlegi intézményrendszerhez kötődően. Mit is csinálunk ezekben az intézményekben, ezekkel a munkatársakkal? Nagyon sokféle szakmai tevékenységet látnak el a közművelődési munkatársak, ezekből választunk ki néhányat, és ezzel szeretnénk egy picit szemléltetni azt, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek nagyon szépen dinamikus fejlődést mutatnak az évek során. A pandémia is csak kisebb arányba törte meg akár ezeket, de vannak olyan területek, ahol van feladatunk, mert hogy az igénybevevőknek a számaránya fokozatosan csökkenést mutat. Rögtön az első legfontosabb területünk a művelődő közösségek köre. A művelődő közösségek működtetése, keretfeltételeinek biztosítása, támogatásuk szakmai forrásteremtés és egyéb szempontból a közművelődés elsődleges alapszolgáltatása. Ezért fontos egy picit végig gondolnunk ezt az ábrát, amit itt látunk. Azt láthatjuk, hogy akár művészeti, népi előadó művészeti és tárgyalkotó művészeti területeken sajnos csökkenés figyelhető meg a művelődő közösségek taglétszámában. Évről évre csökkennek ezek a létszámadatok, és látható az ábrán az is, hogy ez elsődlegesen nem a pandémiának köszönhető. Gyakorlatilag 2015-öt követően egyre kisebb arányba tudjuk bevonni rendszeres művelődő közösségekbe a közösségeinket. Ez egy fontos kihívás és feladat elé állítja a teljes közművelődési szakmá, még akkor is, hogyha összességében azt látjuk, hogy közel 200 ezer fő valamilyen művelődő közösségnek a tagja, ebben legnagyobb arányban művészeti közösségek található, énekkarok, néptánccsoportok, népzenei csoportok, kisebb arányban, de még jelentősen népi előadó művészeti csoportok, és legkisebb arányban tárgyi népművészeti csoportok vannak, tárgyalkotó népművészeti csoportok. Egyik meghatározó feladata a közművelődésnek, hogy hogyan tudjuk ezeket a közösségi formákat úgy megújítani, hogy megtartsuk ennek az eredeti értékrendszerét, hagyományát, és mégis vonzóvá tegyük őket a közösségek számára. Ezzel párhuzamosan nézhetjük a művészeti, népművészeti tevékenységen kívüli egyéb közösségeink számát, amiben szintén egy csökkenés figyelhető meg. A pandémiás időszak hozott egy kisebb vagy erőteljesebb visszaesést is ebben, de itt is azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag nem a pandémiás időszakhoz köthető a kluboknak, köröknek a létszám csökkenése, és hogy ez az a tendenciát, bár picit próbáljuk a pandémia óta visszafordítani, de mégiscsak lassan haladunk ebben. Összességében a rendszeres művelődési formákban körülbelül 250 ezer fő vesz részt a statisztikai adatok szerint, közülük legnagyobb arányban a nyugdíjasok, amit kiemeltem fontosnak is tartunk, elvégre a nyugdíjasok az a korcsoport, akik számára nincsen más olyan intézményrendszer, amik a napi szintű rendszeres tevékenységükkel, oktatásukkal, kultúrájukkal, a hasznos szabadidő eltöltésükkel foglalkoznának.
ők már nem járnak nagy arányban. Oktatási intézményekben nagy arányban már nem dolgoznak, a munkaerőpiacon kívüli inaktív rétegről beszélünk, tehát nagyon fontos, hogy őket be tudjuk vonni közösségi tevékenységekben. Ezek mellett azért ott vannak az ifjúsági gyermek és családi közösségek is, és hát vannak vegyes célcsoportok az egyes klubokban, körökben. Örömmel tapasztaljuk azt, hogy megjelenik minden közművelődési intézményben olyan klub, kör, közösség, amely életkortól függetlenül, kicsiktől a nagyokig egyaránt összefogja az érdeklődőket. Meghatározó tevékenysége a közművelődésnek az ismeretterjesztés. Az ismeretterjesztés egész életen át tartó tanulás tevékenységeit többféle szolgáltatással segítjük, az egyik klasszikusan a képzések köre. A kifejezetten akkreditált, engedélyezett, felnőttképzési és szakképzési törvénynek megfelelő képzések kevésbé jelentik a közművelődési intézmények profiljait. Itt elsősorban a nagyobb intézmények azok, amelyek ebbe részt vesznek. Láthatjuk, hogy itt is egy jelentős visszaesést figyelhetünk meg, egy emelkedő időszak, egy emelkedő hullám után a pandémiás időszakban visszaesett, gyakorlatilag majdnem a felére a képzésekben résztvevőknek a számaránya, amit a téli bezárások, a rezsiválsághoz kötődő nyitvatartási idő szűkülése is nehezített. 2022-ben összesen 250 ezeren vettek részt valamilyen képzésben a közművelés kereteiben, és ezek között legnagyobb arányban a külső képzések voltak, ahol tehát a közművelődés helyszínt biztosít ezekhez a képzésekhez. Kisebb arányban együttműködésben szervezett vagy saját képzésekről is beszélhetünk. Fontos végig gondolni azt, különösen a városi intézményi keretek között dolgozó munkatársaknak, hogy a különböző általános kompetenciákat fejlesztő képzések világába hogyan tudnak bekapcsolódni, mert ez egy külön tájékoztató előadást is megérne, hogy azért ma már ezekre az általános kompetenciafejlesztő képzésekre sokkal kisebb adminisztrációs teher hárul, ebből következően több kulturális szereplő, így közművelődési intézmény is be tudna lépni ebbe a körbe. Az ismeretterjesztésnek a másik széles köre, a képzéseknél talán időnként szélesebb köre, a konferenciákon, tudományos ismeretterjesztő előadásokon, szabad egyetemeken való részvételnek a számaránya. Itt első körben egy furcsaságot látnánk, mert hogy a pandémiás időszakban kiemelkedően magas volt a részvételi arány. Ez nagy mértékben köszönhető annak, hogy nagyon sokan nyitottak az online tér felé, és online formában nagyon sok szabad egyetem, konferencia, előadás sorozat valósult meg. Ezeket kisebb mértékben sikerült megtartani a pandémiás időszak után. Többségében az intézmények visszatértek a jelenléti formákhoz. Itt érdemes lenne azt végig gondolni, hogy a jelenléti formában nyújtott ismeretterjesztő előadásokat, szabad egyetemeket, konferenciákat, amennyire csak tudjuk, online formában is közvetítsük, és ezáltal rögtön két különböző módon elérhető, akár különböző térben tartózkodó célcsoportot érhetünk el. Ahol a legnagyobb fejlődést figyelhetjük a pandémiás időszak után, ez a kiállítások, műsorok és rendezvények körére vonatkozik. A pandémiát megelőzően azért itt is látható ebből az ábrából, hogy sokkal jelentősebb arányban vettek részt a különböző lakossági körökből, kiállításokon, művészeti eseményeken, szórakoztató, közösségi vagy egyéb rendezvényeken a résztvevő. A pandémiás időszak egy nagyon jelentős zuhanást, körülbelül feleződést jelentett ebben a létszámkörben, és ebből folyamatosan emelkedik ki az elmúlt éveknek a mutatói alapján a közművelődés rendszere. Egyre több, újabb és újabb résztvevői kört tudunk bevonni, de látható az ábrán, hogy nem sikerült a 2019-es adatokhoz még visszatérnünk, tehát ezen a területen is van feladatunk. Összesen viszont 25 millió fő a részvételi arány a kiállítások, műsorok, rendezvények körén, mivel természetesen vannak olyan munkatársaink, kollégáink, ismerőseink, barátaink, akik ugyanazt a részvevői kör sok-sokféle rendezvénybe, programba be tudják vonni. Ezért ezt láthatjuk, hogy például a közösségi rendezvények részvevői köre
6,5 millió fő, míg a szórakoztató rendezvényeken is 6 millió fölötti, és kiállítások, művészeti események is 4 millió fölötti részvételi arányon rendelkeznek. Ezek rendkívül nagy és értékes számadatok. A közművelődés ma a teljes kulturális ágazatban, amely a legtöbb célcsoportot el tudja érni, a legkülönfélébb embereket a legnagyobb számban. Ezért nagyon fontos, hogy minden településen ott legyünk, biztosítsunk a célcsoportjainkhoz illeszkedően minél többféle szolgáltatást. És hogy ezeket tudjuk módszertanilag is támogatni, ezért a különböző szolgáltatásaink igénybevevőiről se szabad elfeledkeznünk, mert hogy ez az igénybevételi szám is 3 millió 750 ezer körüli. A tanácsadásokon, tanulmányutakon, különböző információs szolgáltatásokon résztvevők számaránya is igen jelentős. Mindezeket összegezve, a 2012-22 közötti időszakban összesen folyamatosan a pandémiás időszak előtti számadatokat próbáljuk megközelíteni. Látható azért, hogy sajnos ez még nem sikerült. 2012-ben 63 millió látogatója volt az összes közművelődési adatszolgáltatónak, 2022-ben pedig 46,5 millió. Látható a folyamatos emelkedés ebben a számsorban, azonban még van mit tennünk azért, hogy a 2019-es adatokat újra elérjük. Ez a 46,6 millió látogató azonban a teljes kulturális ágazatban továbbra is a legkiemelkedőbb látogatói számot vonzó szektorrá teszi a közművelődés, amelyben legnagyobb arányban a kiállítások, műsorok, rendezvények résztvevői köre látható 46%-ban, a rendszeres művelődési formákban 28%-ban vesznek részt, és a különböző másokkal együttműködésben megvalósított programjaink száma is kiemelkedő. Hogyha mindezek az adatok nem voltak még elegendőek, akkor számos olyan forrás van, ahol további információkhoz juthatunk. A részletes közművelődési statisztikát letölthetjük a kulstat.osk.hu oldalon. A Központi Statisztikai Hivatal is számos kulturális adatot publikál, ezek is elérhetők a KSH-nak a honlapján. Nagyon fontos idei aktuális adatokat találhatunk a népszámlálás 2022-es adatai között, a tavalyi évi teljes lakossági körre kiterjedő népszámlálás adatai szeptember vége óta elérhetők a népszámlálás 2022.ksh.hu oldalon, és szeretném itt a figyelmetekbe ajánlani azt is, hogy létrejött egy helyi közszolgáltatás információs rendszer, ami eddig egy zárt rendszer volt, szeptember óta azonban bárki megtekintheti, és a településére vonatkozó adatokat is kinyerhet belőle. Ebben most elsősorban a település általános, infrastrukturális, gazdasági, oktatás és egyéb adatai vannak, de együttműködve a Belügyminisztérium és a Kulturális és Innovációs Minisztérium a kulturális adatok is átadásra kerültek, és hamarosan azok is elérhetők lesznek ezen a honlapon. Rendkívül informatív, érdemes megnézni, és saját településetekre rá tudtok keresni ebben az adatsorban. Így zárásul csak azt tudom mondani a minden kedves statisztikával foglalkozó részére, hogy bár a világ titkaira túlságosan lassan vett fényt a kutatás, a tudomány sok kérdésre még egyáltalán nem tud választ adni, de a tudományos kutatás az egyetlen út, ami bennünket a rajtunk kívül eső világ helyes ismeretéhez elvezet, ezért, hogyha egy picit szeretnénk túlmutatnóan ránézni arra, hogy mi történik a településünkön, mi történik a térségünkben, a megyékben, akkor érdemes ehhez is a statisztikákat is tanulmányozni. Köszönöm a figyelmet!